schönen guten Morgen, meine Freunde! Ahogy ígértem, hogyha meg lesz a nyelvvizsgám, megjutalmazom magam egy újabb kis néhány napos kiruccanással. Na hát a nyelvvizsgám egyébként még nem derült ki, de én meg előlegezem magamnak ezt a dolgot. Maga biztos vagyok, úgy érzem, hogy biztosan sikerült, úgyhogy most egy ilyen kis háromnapos kiruccanás veszi kezdetét Ausztriába. Ismét egy kicsit arrébb megyünk, de nagyon izgi lesz, úgyhogy most éppen várok a villamosra, és indulok a keleti pályaudvarra. Nem rossz látvány fogadja az embert, hogyha leszáll a vonatról. Salzburgban, ezt nézzétek. Ez micsoda? És ott, a távolba, gyönyörű. Azért csípős az idő, de mielőtt elindulunk, gondoltam megosztok néhány praktikus információt, hogyha akartok esetleg ti is jönni, akkor tudjátok ezeket. A vonatjegy Budapesttől idáig oda-vissza 14.000 forintba kerül. Helyjegyet viszont nem kötelező venni, csak akkor figyelni kell folyamatosan minden állomásnál, hogy ki akar éppen a helyedre ülni. Én sem vettem, mert plusz 1000 vagy 2000 forint lett volna. Tök biztonságos az egész. Magyarországon is végig rendőrök felle járkáltak, meg biztonsági őrök, aztán utána Ausztriába is, szóval abszolút semmi para az a vonaton, csak a csomagokra kell vigyázni. Úgyhogy a gyakorlati tudnivalókról azt hiszem ennyit. Télen még soha nem utaztam, és nem vlogoltam, és nem realizáltam, hogy mennyire kellemetlen kesztyű nélkül, de hoztam kesztyűt, úgyhogy mindjárt felveszem. Meg is találtam a hostelemet, ide kell visszatalálni este. Ide, ide. Reméljük sikerülni fog. Természetesen megint gyalog veszem a nyakamba a várost, ugyanis így lehet a legjobban megismerni egy új helyet, de egyszerűen nem tudok elmenni amellett, hogy így sétálok a városban, már körülbelül eddig 5 perce, de a szemem előtt van ez a nagy hegy, aminek amúgy a teteje sem látszik. És annyira elképesztő, annyira jól néz ki. Azt hiszem már most egy kicsit szerelmes lettem ebbe a városba. Imádom a hegyeket, és most, hogy tél van, és ilyen havas a teteje, meg ilyen ködös, borongos idő van, és nem is látszik a teljesen a teteje. Oh, na mindegy, el vagyok ragadtatva. Na de akkor nézzük, hogy mi lesz ma a program. Most már 12 van, szóval sok időnk nincs sötétedésig. Ezért is gondoltam arra, hogy most csak így lézengek egy kicsit így a városban, arra szólok arrafele, amerre a programom lesz 5 órakor. Hát ha már egyszer itt vagyunk Mozart szülővárosában, nem hagyhatom ki, hogy ne menjek el egy hangversenyre. Mozartnak a hegedű szonátáit fogom meghallgatni. Ez egy ilyen 45 perces kis hangverseny lesz, és egyébként nagyon kíváncsi vagyok, mert utoljára általánosban voltam ilyenen, akkor is nagyon tetszett, azt leszámítva, hogy azért szerettünk elmenni ezekre a hangversenyekre, mert elloghattunk énekóráról. Úgyhogy igen, Mozart zenéjét szeretem, viszont a golyóival annyira nem vagyok kibékülve. Na, kezdek hülyeségekről beszélni, azt hiszem. És össze kell szednem a gondolataimat, de talán elmondtam mindent. Na hát oda akartam felmenni erre a kis emelkedő dombocska valamire, hogy onnan szép kis fotókat lőjek, de a télre való tekintettel meg van tiltva Verboten a felmenetel, úgyhogy hát ez most kimarad. A Mirabella Garden következik, mert az van a jelenlegi pozíciómhoz legközelebb a Google Map szerint. Nos, ez itt a Mirabella Garden anélkül. Valószínűleg tavasszal, nyáron ez a dolog azért mutatósabb, de ezért itt sem rossz, így is végigvágtatunk rajta, hát ha így lerövidítjük ezzel egy kicsit. Az a helyzet, hogy már teljes mértékben lefagyott a kezem, ugyanis megállok egy-egy helyszínen, és egy csomót fotózok, mert mostanában egy kicsit nagyobb vágyódásom van a fotózás iránt. És jobb is, hogy egyedül vagyok szerintem, mert szörnyen idegesítő lehet, hogy egy-egy helyszínen körülbelül fél órákat állok, hogy fotózgassak. Hát a kezeim azok így ledermedtek. Úgyhogy most Mozart Geburtstaghausához abba az irányba megyek, és annak a környékén néztem ki egyébként egy éttermet is, úgyhogy azt vesszük irányba, és akkor yep. Thank you.
most sétálgatok, ez ilyen bevásárló utcaféleség, de nem az a klasszik undorító. Itt valahogy így ennek, itt is megvan a maga hangulata. Az előbb is talán lehetetek, hogy Mozart szülőházának az aljában spár van kialakítva, de nem egy ilyen megbotránkoztató stílus van, hanem így belesimul minden ebbe a stílusba, ami erre a városra jellemző, és ettől lesz ilyen kis varázslatos ez az egész, meg itt ilyen kis tök szűk utcák vannak, úgyhogy nagyon kis hangulatos. Most a Residenz Placot veszem célba, mert ott lesz ez a koncert is, és ugye ennek a környékén meg úgyis vannak ilyen nevezetességek, fényképezgettek, még tök jó világos van, bár most egy kicsit elálmosodtam, talán Mozart hegedű szonátáira felébredek. Most lett vége a koncertnek, és hát ez valami zseniális volt. Az is tök jó volt, hogy egy kicsit le tudtam pihenni, mert már leszakadt a hátam a nagy sétálástól, de maga a zene is hátborzongatóan jó volt, amikor így hallgatod a zenét, és kiráz a hideg, annyira élvezed, és egy probléma volt, hogy ez a 45 perc annyira gyorsan elrepült, hogy én legszívesebben még duplányi ideig hallgattam volna ezt a zenét. Mindegy, nagyon jó volt, úgyhogy ha erre jártok egy ilyen koncertre, és ha szeretitek Mozartot, vagy így a klasszikus zenét, akkor mindenképpen gyertek be. Úgyhogy most irány vissza a szállás. Mindjárt meg is nézem, hogy amúgy merre van, mert most csak úgy elindultam, de teljesen felébredtem. Majd megpróbálok ilyen rejtett kamerás felvételeket csinálni a szállásról, mert azt talán még nem mondtam, de ugye egy hostelbe megyek, ami ilyen kollégiumféleség, és egy ilyen hatágyas szobát foglaltam. Nem tudom, mire számít, csak még nem is voltam ilyen szálláson, de ez volt a legolcsóbb, amit kidobott a booking, úgyhogy gondoltam, hát legyen ez. Na gyorsan, amíg nincs senki a szobában, itt vagyok. Ez lesz az én kuckóm, az alsó, és még itt van két ágy. Hát elég szűkös egyébként, de tökéletes. Nem tudom, nagyjából három ágyat látok még lefoglalva, és így a kellékekből kitalálva két lány és egy fiú, nem mindenhez számítana bármit is, minden esetre most megfürdök és behuppanok az ágyba, mert hulla vagyok. Kialvatlanság miatt egy kis fejfájással, de ismét hatalmas lendülettel kezdjük ezt a mai napot. És nagyon szerencsés vagyok, mert a hatágyas szobában csak három ágy velem együtt, három ágy volt foglalt, úgyhogy rajtam kívül egy német lány, és időközben kiderült a professzionális német tudásomból, hogy egy magyar srác is a szobatársaim között volt. Minden esetre tök jól elbeszélgettünk, és egyébként, mivel német volt a lány, tök jól meg is értettem, hogy miket beszélgetnek, csak így közben szólni nem tudtam, úgyhogy hát jó volt ez így minden esetre. Sokáig beszélgettünk, talán még egy feliratkozót is sikerült szereznem, úgyhogy most pedig már itt is vagyok a vasútállomáson. Ő nagyon szörnyű, ilyen reggeli hangon van, de most megpróbálok venni valami kis reggeli féleséget, mert még egy ilyen 20 percen van a vonat indulásaink, és irány Hallstatt, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Remélem, jó sok fotót tudok majd csinálni. Az Salzburgból szeretnétek Hallstattba utazni, egy átszállás szükséges. Atmanpuchheim állomáson kell átszállni, úgyhogy most én is felszállok, mert itt is van ez a vonat. Ezzel fogok oda menni. Varázslatos.
Egyszerűen nincsenek rá szavak. Ezek a hegyek, meg a hó. Szerintem ide abszolút télen érdemes eljönni, mert ez adja meg így a maga varázsát, de biztos vagyok benne, hogy amúgy bármikor máskor nagyon szép. Egyébként itt a hátam mögött kis libák, kacsák. Ők adják ki ezeket a hangokat, hogyha halljátok. Nézzétek, ott az egy felhő. Így, itt kb. Az orrom előtt, és így lebeg itt a nagy semmivel, hát hihetetlen. Jó, teljesen magával ragadott ez a hely, azt hiszem. És itt is megfordulok. Itt meg nézzétek, így. Nem is tudok összefüggően beszélni, mert annyira el vagyok ragadtatva. Nem látjátok, de hogy a hegyek közül pont most fog kibukkanni a nap, úgyhogy szurkáljatok, hogy jó fotókat lőhessek, de úristen, ez már most gyönyörű, úgyhogy nézzétek. Egyszerűen nem tudok leállni a fotózással, nem hiszitek el, de minden egyes pillanat annyira gyönyörű, és nézzétek, milyen csodaszép idő van. Hihetetlen szerencsés vagyok szerintem, hogy ilyen időt fogtam ki, és egyébként most már nincs is hideg, most ilyen dél körül járunk, de teljesen el vagyok ájulva, és kicsit keveset is videózok, mert egyszerűen itt a képek, hogyha szerettek fotózni, vagy egyszerűen csak szeretnétek hihetetlenül friss levegőt szívni és csodálni ezt a gyönyörű hegyi tájat, akkor ide mindenképpen gyertek el. Egyébként nekem is ez volt a fő úti célom, nem Salzburg. Csak hát akkor gondoltam, már nézzük meg azt is, úgyhogy hát hálstát szerelmes lettem beléd. Egyszerűen így, ide vagyok gyökerezve a földbe, és csak így nézem, és nem tudom elhinni, hogy ilyen létezik, annyira gyönyörű. Elvileg van itt egy kiváltó, és egyébként ezért imádom ezt az egészet, hogy én is megosztom veletek az élményeimet, instasztorizok, és azonnal, rögtön jönnek a tippek tőletek is, hogy mit nézzek meg, mert ti már voltatok itt. Szóval ez hihetetlen is. Imádom ezt az egészet. Na de ez onnan jött, hogy valaki ajánlotta, hogy menjek fel a kilátóba, mert itt van egy kiváltó, és utána is néztem, fel lehet menni gyalog is. Jaj! Be lehet menni gyalog is, de egy ilyen felvonó cuccossal is. Hát nyilván én a gyalogot választanám. Viszont nézegettem TripAdvisor-on, meg hasonló helyeken, hogy lehet feljutni. Nem olyan nagy ez a falu, de azért mégis, hogy így merre. Úgyhogy most azt próbálom kitalálni. Hát elindultam felfele, azért lihegek egy kicsikét. Itt vannak valami kis lépcsők. Nem tudom, megyek, aztán kiukadunk valahol. Igazából nem is tudom, mit mondjak még erről a helyről. Ide el kell jönni. Ezt nem lehet normálisan bemutatni, leírni. Ide el kell jönni. Akár egyedül, akár többen. Érzem, ahogy a nap melegíti az arcomat. És ennél jobb érzésre kell, mert egyébként olyan szomorú, hogy egy csomóan úgy állnak ehhez a egyedül utazós dologhoz, hogy ez milyen depresszív, meg szegény, egyedül vagy. És amikor találkozol olyan emberekkel, akik ezt megértik, és egyetértenek veled, és ők is ezt vallják, hogy nem csak társaságban jó utazni lehet, hanem egyedül is egy csomó előnye van. Na mindegy, szóval, hogyha találkozol ilyen emberekkel, az maga a felüdülés. Először félelmetes lehet persze, azért nem is kell nagy távoli úti célokkal kezdeni. Olyan helyekkel, ahol már jártál, például azért mentem én is nyáron Bécsbe, és így folyamatosan lehet tágítani. Egyedül is képes vagy megszervezni egy utazást, egyedül is fel tudod találni magadat. 2018-ban könyörgöm, itt van a mobil internet, mindent meg tudsz nézni neten keresztül, tudsz segítséget kérni. És kicsit ellentmondásosnak tűnhet, de olyan nyugodtság tölt el ez alatt a két nap alatt. Egyszerűen nem izgulok semmi miatt, hogy most egyedül vagyok, vagy nem tudok valamit megoldani. Én csak titeket is buzdítani tudlak arra, hogy próbáljátok ki ezt. Tényleg kisebb úti célokkal kezdjétek, és utána meglátjátok, hogy le fogjátok tudni küzdeni ezt, hogy egyedül milyen depresszív, meg lehangoló utazni. Nem az.
felszabadító érzés. Azzal, hogy megtaláljam ezt a kilátóhoz vezető utat, egy kicsit most gondban vagyok, mert azt hittem, hogy jófele jöttem, de mégse ez a helyes út. Úgyhogy visszamegyek onnan, ahonnan jöttem, és keresünk egy másik utat. Tényleg olyan picike ez a falu, hogy nem lehet itt eltévedni egyszerűen. De egyébként megint annyira jó ez is, hogy egész nap talpon vagyok. Vagyis hát már mióta ideérkeztem, 8 óra óta, most meg 1 óra van, lesőültem ez alatt, az idő alatt, és olyan fitnek és energikusnak érzem magam, hogy el sem tudom mondani. A tüdőm tele van friss, tiszta hegyi levegővel, úgyhogy most olyan egészségesen térek vissza ezután az út után, hogy csak na. Kilátókeresést azt feladtam, mert egy kicsit elfáradtam, úgyhogy inkább betértem egy étterembe és ettem egy kicsit, úgyhogy most el vagyok pilletve meglehetősen. De úgyis biztos, hogy fogok meg ide jönni, mert ez a hely olyan varázslatos, hogy ezt másnak is meg kell mutatni. Úgyhogy majd akkor felmegyünk a kilátóba is. Most körülbelül 3 óra van, még ilyen 1 óra van a vonat indulásáig és a hajó indulásáig, úgyhogy addig még fotózgatok, sétálgatok, kielvezem Hallstatt utolsó percét, a vonaton meg valószínű, hogy aludni fogok. Már itt az ideje, hogy jöjjön a vonat, mert nagyon-nagyon fázok. Azért most már 5 óra van, kicsit lehűlt a levegő. Szerintem ez egy tipikusan olyan úti cél egyébként, ahova tök szuper egyedül jönni, mert baromi biztonságos. És először kételkedtem benne, hogy nem lesz túl sok ez az egy nap ide, csak egy kis faluról van szó igazából, nincs túl sok látnivaló, meg ilyesmi. De 8-tól 4-ig igazából tök jól el lehet tölteni az időt. Jó, most tél van egyébként, nyilván kevesebb a program lehetőség, nyáron biztos lehet csónakázni, meg fürödni, és meg ilyenek, de így is simán ki lehetett tölteni, meg én úgy alapból szeretem egyébként megfigyelni az embereket, meg hallgatni, hogy milyen nyelven beszélnek, nem tudom, valahogy tök elfoglal ez is már csak, hogy figyelek más embereket. Nem tűnhetek creepynek biztos. Hogyha imádtok fotózni, vagy csak tényleg így sétálgatni, meg csodálni a tájat, friss levegőt cippantani, akkor mindenképpen tudom ajánlani nektek ezt a helyet. Hihetetlen szuper tényleg, és alig várom már, hogy megmutassam nektek a fotókat, amiket készítettem, csak győzzem kiválasztani, hogy melyiket mutassam meg, mert olyan sok jó lett. Eredetileg úgy terveztem, hogy ma ilyen délután 4 órás vonattal megyek vissza Pestre, de nagyon fáradt vagyok, tegnap ez az egész napos séta, meg előtte napi félnapi séta is eléggé kifárasztott, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az 1 órás vonattal megyek vissza, addig pedig bemegyek egy vegán étterembe, mert ezt kinéztem, és itt van 4 órára, úgyhogy ezt megnézem, meg reggelizek, úgysem kértem reggelit így a szállás mellé. Úgyhogy menjünk, nézzük meg ezt az éttermet, vagy kávézót, vagy reggelizőt, akármi is legyen ez, nagyon kíváncsi vagyok rá, mert tök jó értékelése van mindenhol. Én is beállok az éttermet 5-ös csillagra értékelők sorába, ugyanis hihetetlen jól éreztem magam, és mind a kiszolgálás, mind az étel, te a kávé minősége csillagos ötös volt tényleg. Igazából az egész helynek egy baromi jó hangulata van, úgyhogy ha erre jártok, akkor nézzetek be, és amúgy nem csak vegán kaják vannak, szóval hogyha mást preferáltok, akkor is meg fogjátok találni az ízléseteknek megfelelőt, úgyhogy nézzétek meg, tényleg itt van az állomástól körülbelül 10-15 percre, úgyhogy nagyon közel is van. Viszont elérkezett a búcsú pillanata, most már nincs sok időm, tényleg itt vagyok a vasútállomáson ismét. Ezt az egész kis 3 napos kiruccanást én szerveztem így a saját ízlésemnek megfelelően. Biztosra veszem, hogy még egy csomó program lehetőség és nevezetesség és egyéb minden más van itt ebben a városban. Úgyhogy ha egyébként is terveztétek ti is Hallstattot, mindenképpen biztatni tudlak benneteket, hogy Salzburgot is fedezzétek fel egy kicsit. Én nagyon jól éreztem magam, és ez a kis 2-3 napos kiruccanás ismét megerősített abban, hogy nem kell semmire és senkire várni, hogyha fel szeretnéd fedezni a világot, nem kell egyből Ázsiába menni.
itt van Ausztriában is, meg akár Magyarországon is egy csomó jó hely, és mivel én egy utazásnak nem csak a kalandozás, utazás részét imádom, hanem megszervezni is imádom ezeket, ezért valószínűleg hamarosan ismét találkozunk egy újabb kis kalandozásban. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, legyen csoda szép napotok, sziasztok!